Az első meccsen aratott, magabiztos MTK siker valószínűsítette, hogy már a második találkozón eldől a bajnoki cím sorsa. A nyitó negyedben 10 pontos előnyt szereztek a vendégek, majd a második 10 percben újabb 7 ponttal növelték a két csapat közötti különbséget a fővárosiak. A hazaiak jól tartották magukat, de a budapestiek fizikai fölénye és hosszabb kispadja érvényesült a pályán. A záró játék rész döntetlen lett, a mérkőzés pedig 81-58-as MTK győzelemmel zárult. A meccs végén mindkét csapat elégedett volt, a budapestiek a bajnoki címnek és a feljutásnak, a nyíregyháziak pedig eddigi legjobb eredményüknek örülhettek. Szorosabbá tudtuk volna tenni ezt a mérkőzést, a kicsikét precízebbek vagyunk, pontosabbak. Nagyon sok volt az eladott labda, nagyon sok olyan helyzet maradt ki, ami az gondot és problémát okozott. Megint a második félidőt sikerült valamilyen szinten egy sokkal jobb formában hoznunk. Még azt mondom, a zóna védekezésünk is helyek közel jól működött. Én örülök, ezt sikerült most kihoznunk. Azt hiszem, hogyha nincs ez a sok sérült, akkor talán még szorosabb mérkőzés játszottunk volna. Például ennyire volt itt az évvégére képes a csapat. Én úgy gondolom, ettől függetlenül óriási dicséret illeti őket. A nyíregyháziak csapatkapitánya Papp Klaudia szerint az NKS a várakozások fölött teljesített a szezonban. Úgy készültünk, hogy érmes meccset fogunk játszani, tehát ez volt a célunk szeptember elején. Miután bekerültünk a négybe, ez már csak volt a torta, hogy mi játszottuk a döntőt, úgyhogy nagyon örülünk neki. Farkasinszky Orsolya 18 pontot szerzett a döntő második meccsén. A center a csapat sikereként értékeli az ezüstérem megszerzését. Ha a saját játékomat tekintem, nem gondolom, hogy ez lett volna a legjobb éve, mégis ugye ebbe az éve sikerült ezt kihoznunk, de ez természetesen nem csak ez az év, hanem a korábbi évek, és azok a korábbi játékosok, akik már most nincsenek itt, ők ugyanúgy hozzátették azt, hogy ezt most el tudjuk érni, aminek nagyon örülünk. A nyíregyházi kosársulinál csak a felnőtt csapat számára ért véget a szezon. A serdülő és kenguru korosztályban az NKS ott lesz az országos döntőben, valamint az ötfős színeiben, a negyedik korcsoportos diákolimpia döntőjében is érdekeltek a kosársulis lányok.